mindenkit, Hatal Ágnes vagyok. Arra kérnék mindenkit, hogy ha hátul nem hallanak, vagy eltartanám a mikrofont, akkor legyenek kedvesek szólni, vagy jelezni nekem, hogy jobban figyeljek, mert még nem nagyon szoktam hozzá. Ki látta esetleg az interjúimat a VNTV-n? Jó arány, köszönöm szépen. Az Access-ről, az Access Consciousness-ről, mint eszköz és technika, mennyien ismerik? Jó, akkor beszélünk erről is. Az előadásom ugye témája, említettük, hogy tudatos jövőteremtés. Magáról a tudatosságról szól az Access Consciousness. Több eszköze van, amerikai technika, Gary Douglas alapította 27 évvel ezelőtt. Amit tudni kell hozzá, hogy a tudatosságról úgy szól, hogy mint végtelen lény a jelenben létezzünk, ítéletek, bírálatok nélkül, folyamatos választással. Menjünk mindegyiken végig. Tehát amikor én a jelenben létezem, akkor tudnék-e úgy létezni, hogy nem gondolok a másikról semmit, nem ítélem, nem bírálom, hanem teljes megengedésben vagyok vele. Tudnák-e ilyen megengedésben lenni saját magammal is? Mert általában, amikor valami nem úgy működik a kis életünkben, három aspektus nagyon fontos megnéznünk. Az egyik az, hogy saját magammal működtetek-e valamit, amit szeretnék. A másik az, hogy tudom-e ezt mások felé működtetni. A harmadik pedig az, hogy be tudom-e ezt fogadni. Tehát, hogyha valamit szeretnénk az életünkbe, mind a három aspektust érdemes megnéznünk. Az, hogy jelen vagyok, falak nélkül, ezt az Access úgy hívja, hogy sebezhetőség, ami azt jelenti, hogy elfogadom a jó, a rossz, a csúf, a mindenféle énemet, oldalamat, és ezt megmerem mutatni a világnak. És ugyanígy tudnánk-e ítéletek nélkül teljes megengedéssel lenni mások felé is, az ő nézőpontjaikkal, az ő jó-rossz csúf mindenféle oldalukkal együtt. Az, hogy megyek egyet, mert megmutatnám az Access-nek az eszközeit, amikor különbséget tesz, aközött, hogy véges lény vagyok, vagy végtelen lény. A véges lény az gondolkodik, érez, nézőpontokból, hitrendszerekből működik, a végtelen lény pedig kérdésből, választásból, lehetőségekből és hozzájárulásból. Menjünk végig rajta. Azért él a véges lény kérdésekben, mert amikor válaszokat akarunk egy kérdésre, akkor korlátozott nézőpontokból működünk, a kis dobozunkból. Tehát a tapasztalatainkból, az eddigi megélt dolgainkból, és általában a meglévő dolgokat szeretnénk módosítani. És ebben a valóságban, hogyha már a kis agyunkkal ezt meg tudtuk volna oldani, akkor már meg lenne oldva. De általában, ha többet szeretnénk, és csak a változtatásokkal foglalkozunk, akkor ugyanazt csináljuk kis módosításokkal. Tehát ahhoz, hogy több lehetőségem tudjon bejönni, elkezdünk kérdésbe élni. Az, hogy kérdésbe élek, nyitott kérdéseket teszünk fel, tehát nem kezdem el magamat bírálni azzal, hogy például, hogy mit csináltam rosszul, hogy most ez van, ami jelenleg van. Tehát amikor már én ezt így kérdezem, akkor már elkezdtem magamat hibáztatni, és rosszá tettem. De amikor úgy teszünk fel egy kérdést, hogy mi az, amit választottam, és ezt teremtette, az már teljesen más, mert rá tudok nézni úgy, hogy oké, minden választás, amit eddig hoztam, az eljuttatott erre a pontra, ahol most vagyok. Nem jó, nem rossz, nem helyes, nem helytelen. Nincs polaritás az Access-be, tehát ebből szedjük ki a kis életünket, a kis nézőpontjainkat, és akkor vagyunk teljes megengedésben, amikor nem akarjuk a polaritásba belerakni minden egyes döntésünket, minden egyes választásunkat. Mindegy, hogy ez most a múltból jön, vagy a jelenben válasszuk. Tehát, hogy hányszor csinálunk olyanokat, hogy van egy lehetőség, és elkezdünk mérlegelni pro-kontrába. Na ez az, amit az Access nem csinál, mert nekünk fontosabb, hogy a tudatosságban az éber jelenlét, tehát az éberségünket már nyitjuk azzal, hogy kérdésben vagyunk, hogy választásaink vannak, mind a kettő hozza a több lehetőséget. És a lehetőségeinknél pedig azt fogjuk nézni, hogy mi teremti azt, amit valóban szeretnék. Amikor tudatos jelenlétünk van, akkor
az energiáját fontos megérzékelnünk a kérdéseknek. Tehát amikor szeretnénk valamit, és rágondolunk arra, hogy milyen, hogyha ezt megteszem, annak van egy energiája, van egy, vagy egy könnyedsége, vagy egy kicsit olyan mi úgy hívjuk az excessben, hogy nehéz. Olyan, mint amikor valami összeszűkít, mintha így összenyomna, mint energia. Hogy igazából, amikor éberek vagyunk, akkor ezekre kéne jobban odafigyelnünk, hogy az a választás, amit hozok, az könnyebbé tesz, olyan, mintha folytatódna a sztori, vagy elnehezít. És egy kicsit olyan korlátozottabbnak érezzük magunkat. Ezt gyakorolni kell, ezt úgy szoktam mondani nekünk, Geri az alapító, hogy ez egy kis izom, amit fejlesztenünk kell folyamatosan napról napra, hogy eljussunk oda, hogy kérdésben éljünk, hogy tudatosan jelen legyünk, hogy választásaink legyenek, mert a választásaink fogják mindig teremteni a jövőnket. Nem a gondolatok, az érzések, a nézőpontok, a hitrendszerek, hanem az, hogy milyen választást hozok meg most ebben a pillanatban. Általában ettől meg szoktunk ijedni, mert az emberek azt gondolják, hogy egy egész életre kell hoznunk egy választást. Az Excessnek van egy 10 parancsolata, inkább mondjuk úgy, hogy 10 kulcsa, és az egyik pont ez, hogy válasszunk 10 másodpercenként. Ami azt jelenti, hogy ha 10 másodpercenként tudunk választani, akkor tudatosan jelen vagyunk. Tehát, hogy minden percben meg tudjuk nézni azt, hogy még mindig akarom választani, vagy nem. Vagy választok valami mást. A másik kulcsfontosságú dolog az Excessben, hogy beszéltünk arról, hogy nem változtatjuk a dolgokat, hanem választok valami mást. Tehát mi van azon túl, amit kigondoltam, elképzeltem, megálmodtam. Tehát ez is már egy kérdés, amivel nyitom a teret annak, hogy sokkal több lehetőség be tudjon jönni, mint amit valaha elképzeltem. És a máson van a hangsúly, hogy valami más energia legyek, valami mást tegyek, ami eddig még nem voltam. Mert akkor tud bejönni az az energia, az a lehetőség, amit valóban szeretnék. Tehát most tegyük föl, van ötlet valakinek, hogy valamit szeretne, és menjünk vele egy kicsit. Ki volt? Feltennek ezért? Jó, oké. Na, a pénz az egy kardinális kérdés mindenkinél. De valójában, ha megnézzük, nem a pénzt szeretnéd, hanem egy csomó minden mást, amit veszel rajta, vagy amihez hozzájutsz általa. Igen? Én azt az érzést szeretném, hogy milyen az, amikor képes vagyok keresni. Na, ez egy nagyon jó kérdés. És még pedig azért, mert azzal, hogy én bármit megteremtsek az életemben, azzal a kérdésé, vagy azzal az energiával fontos válnom. Tehát az, visszakérdezek egyet, jó? Igazság, mennyit tudsz most befogadni? Mondd rögtön az összeget, ami jött. 300. Oké. Ez igaz? Annyi megvan? Nincs. Oké. Tehát nézzük meg azt, tehát ezek ugye rengeteg gondolat, nézőpont, hitrendszer van, csak a pénzről is, hogy jöhet, hogy nem jöhet, mennyit kell érte dolgozni, kinek van, kinek nincs, tehát rengeteg ítélet-bírálat nézőpont van csak a pénzről is. Az Excessnek vannak tisztításai is, az egyik egy ilyen tisztító mondat, meg ugye a Barsznak is van egy olyan 32 pont a fején, nem tudom, ismeritek-e. A Barsz, amikor érintünk egy Barsz pontot, és a nézőpontjainkat törli az agy, például a pénzről is van egy ilyen pontunk, és az a fontos, hogy ezeket a nézőpontjaikat elkezdjük törölni és elengedni. És az elengedéshez, ugye, mert tudom, hogy ez mindenkinek egy mumus, mert hogy hányszor halljuk ezt, hogy engedd már el, de az, hogy mumus szokott lenni, hogy de mégis hogy. És akkor az Excessnek igazából ehhez vannak az eszközei, a Barsz és a tisztító mondat és stb. És amikor nincs nézőpontod valamiről, mondjuk letegyük fel a pénzről, akkor tudsz azzá az energiává válni. Érted? De játszhatsz azzal, hogy minden, amikor eszedbe jut a pénz, azt, mint nézőpontot hajlandó lennél tudatosan figyelni rá, és törölni. Még ha még nem is tudod az Excessnek a tisztító mondatát, csak úgy, hogy oké, ez csak egy nézőpont. Amikor mi azt mondjuk az Excessben, hogy megengedésben lenni, akkor nincs nézőpontom semmiről.
Semmiről. Most tegyük fel, akkor a pénzről sincs semmilyen nézőpontot, és ha véletlenül valami feljön, és az mindegy, hogy jó vagy rossz, akkor azt tördöm. Mert akkor kezdek el végre azzal az energiává válni. És utána megyünk ezzel, hogy most mennyit tudok befogadni, és mi kéne ahhoz, ugye áttérek a kérdésre, mi kéne ahhoz, hogy ma többet tudjak befogadni? Mi kéne ahhoz, hogy holnap még többet tudjak befogadni? Tehát én mi más lehetek, mi más tehetek ma, amivel holnap többet tudok befogadni, vagy megkaphatom azt a minimum havi 1 millió forint bevételt. És akkor azt felejtsük el, hogy ez most munka, vagy lottónyeremény, vagy bármi. Tehát most körülbelül egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hányat tudnánk felsorolni, hogy honnan jön a pénz. De mi van akkor, ha ez lehetne könnyed, örömteli és bulis neked? Azt szokta nekünk mondani, van egy ilyen kurzus az Excessnek, hogy Joy of Business, az üzlet öröme. És akkor ugye ez általában kiveri a biztosítékot mindenkinél, hogy, hogy lehet az, hogy egy üzlet az örömteli. Mert ezt úgy képzétek el, hogy minden ugye energia. És a pénz is egy energia, az üzleted, a vállalkozásod is egy energia. És egy idő után még az üzlet is át tud menni egy lényé, egy tudatos lényé, amivel ugyanúgy hozzájárulnunk kéne egymáshoz. És eljutottunk a negyedik eszközhöz, a hozzájáruláshoz, ami az Excessbe azt jelenti, hogy egyszerre fogadok be és egyszerre adok. Na nézzük meg azt, hogy hogy állunk a befogadással. Tehát, hogy megnéznétek-e azt, ha most egy kicsit játszva kedvetek játszani, becsukni a szemeteket, és nyújjatok ki a térbe, hogy hol vannak a falaitok. Hogy egyáltalán kiláttok-e a falaitok mögül, fönn mennyire van fönt, kilátsz-e fölötte, vagy teljesen el vagy takarva? Fönt. És amikor fent van, ez csak annyi, nagyon fontos mindig elismernünk azt, ami van. Mindig nézzünk rá, hogy mi van. Őszinték, legyünk őszinték magukkal. És invitálhatod ezeket a falakat, hogy lejjebb menjenek. Csak megkéred. Ugye, miről beszéltük, univerzum törvénye, csak kérdés megadatik. Mi van akkor, ha minden ennyire egyszerű, hogy csak kérned kell, és lejjebb mennek ezek a korlátok, ezek a falaid. És most mennyire vagy megengedő? Mennyire engednéd meg, hogy bármilyen energia jöjjön és menjen? És te vagy a szikla a folyóba, és elfolyik melletted az, amire már nincs szükséged, és te választasz ki belőle a folyóból bármit. Volt itt egy kérdés. Felteszed? Vagy csak... Nem. Oké. Ez így érthető? Jó? Tehát mindig azt nézzük meg, és szerintem ez rajta lesz a következő. Dián? Hogy mi van most? Mit választottunk eddig? Minek adok figyelmet, energiát most? Tehát, hogy mennyi ítélet, bírálat, nézőpont, polaritás, hogy mi helyes, helytelen, jó, rossz, az, amiből jelenleg működünk, és mennyire bántod magadat azért, hogy most nincs meg az 1 millió forintod. És minden, amit felhoz, azt az energiát hajlandó lennél most törölni. Jó, tehát ezt is nagyon nézzük meg, mert az, hogy bíráljuk magunkat, hogy vannak nézőpontjaink, ítéleteink magunkról, legtöbbször az, hogy bántjuk magunkat, ez a legnagyobb korlátozunk. Tehát a legjobban megakasztó dolgaink mögött az van, hogy szánalmasabbnak gondoljuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Tehát mi van akkor, ha egy elakadásod mögött van egy hatalmas potenciál, amire nem mersz ránézni? Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy egy intenzitás, vagy egy potenciál, ami ott van neked, megnyilvánul akár egy fizikai tünetbe, akár egy félelembe, és azt gondolod, hogy ó, én ezt nem merem megcsinálni, mert tök mindegy, miért van egy csomó érdekes nézőpontod róla. De ha egy kicsit mennél vele, hogy ez tényleg félelem, fel nem vállalt potenciál, vagy csak izgatottság. És hajlandó lennél-e bízni a tudásodba és az éberségedbe, hogy te bármit megkapsz, amit szeretnél. Van az Excessben egy pontunk, a kontroll. Ugye a kontrollról is nagyon sokszor, és szerintem így él mindenki, hogy meg akarja tervezni, ki akarja találni, forma struktúrából létezik, hogy kapjon meg valamit. Tehát akármivel foglalkoztok, biztos, hogy mindenhol kell tervezés. És mindenki azt mondja, hogy legyen terved arra, hogy kapod meg. Még a hogyan is szoktuk törölni az Excessbe.
Mert a kontrollja valójában az, hogy tudom, hogy az az enyém lesz, és azt megkapom. Tehát, hogy tudnád-e így választani azt a havi 1 millió forint bevételt, hogy én azt tudom, hogy meg lesz, még nem tudom, hogy, de mozgósítanád-e ehhez az univerzumot úgy mindenestől. És mindegy, hogy ez most hogy jön be, ki fog ehhez hozzájárulni, és ami nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz, az az, hogy együttműködnétek-e mindennel magatok körül. Tehát amikor választok valami mást, most választok ugye a havi 1 millió forint bevételt, ugye mit szeretnék, menjünk az energiájával, hogy milyen lenne neked, ha ennyi lenne a bevételed havonta. Milyen lenne neked? És figyeld, hogy mi jön föl. Kétségek, bírálat, nézőpont, bármi, hogy ó, hát de azért nem mert, meg jaj, ez mit kéne tenni, és már ki is akarod találni az egészet, hogy úristen, ez hogy lesz. De minden, ami ez, ezt töröljük. Ugye, tehát mik azok a nézőpontjai, amivel távol tartod magadtól azt, amit szeretnél, és hol van a befogadásod hozzá? Ugye, amit kérdeztem, hogy rendben, hogy szeretnéd, de hol tartasz most? Mert ha itt van az 1 millió forintot, te meg itt, akkor nem tud bejönni. Nem tudod befogadni. Tehát magad, én mi más lehetek, én mi más tehetek ahhoz, hogy ezt megkapjam. Jó. Megengednétek-e azt, hogy bármi hozzájárulás lehessen ehhez, vagy bárki hozzájárulás lehessen ehhez. Tehát, hogy hány érdekes nézőpontotok van arról, hogy csak ettől kaphatom, vagy csak attól kaphatom, vagy mit kell érte tennem, vagy stb. Tehát megengednéd-e, amikor szeretnél valamit, hogy mindennek és mindenkinek a hozzájárulását fogadod, és megnézed, hogy mit szeretnél belőle. Tehát itt most értem azt, hogy együttműködnél-e a Földdel, együttműködnél az univerzummal, az emberekkel, a természet lényeivel, bármivel, a bolygóállásokkal. Tehát megengednétek-e, hogy bármi és bárki hozzájárulás legyen ahhoz, amit szeretnél? Tehát hol döntjük el, hogy egyszer egyedül vagyunk, azt minden nekünk kell csinálni? Tehát, hogy megengednéd-e, hogy az, akinek az kell, amit te tudsz, az megtaláljon téged? Ahol általában ez leszokott akadni, ez a teremtés téma, hogy nem tudjuk befogadni. Tehát, hogy a gyógyítók általában, meg akik, tehát adni imádunk, mindenki imád adni, és megnéznétek el, hogy a befogadással hol állunk, hol tartunk vele. Mert általában az van, hogy adunk, de nekünk mindig azt mondja Geri, hogy ilyenkor, hogy nagyon cukik vagytok, de hogy akarsz adni, hogyha nem fogadsz közbe be? Tehát a hozzájárulás energiája az, amikor én egyszerre fogadok be, és adom tovább. Egyszerre. Minden együtt működik. Tehát egyszerre fogadom be a hozzájárulását a Földnek, az univerzumnak, az embereknek, a mindenkinek, és adom tovább. És ki az, akinek azt kell, amit én tudok, és meg is fizeti. Tehát, hogy hol játszok azt is olyan cukin, hogy ez jön, és akkor azt ingyen kell csinálni. Tehát, hogy tényleg nagyon cukik vagyunk, csak éppen nem kapod meg, amit szeretnél. És nekünk Geri mindig azt mondja, hogy neked, mint humanoidnak, nem a pénzre van szükséged, hanem egy csomó mindenre. Úgyhogy első körben írj egy listát arról, hogy mire szeretnéd ezt a, nem is az összegre, hanem hogy havonta mennyibe kerül az, hogy jól érezd magad. Vagy kifizeted a csekélyed, a lakásodat, a fodrászhoz elmész, a kozmetikus, a tanfolyamok, az utazás, stb. Mindent írjál föl. És az neked a havi könnyed gazdagságod. Mert attól éreznéd valóban jól magadat, ha ezeket mindent megadnád magadnak. És menet közben elkezdesz ezzel az energiává válni. És jönnek a nézőpontjaid, mert fognak jönni, hogy jaj, hát ez már túl sok, meg amúgy is, tehát rengeteg-rengeteg ilyen dolog, és azokat meg mindent hajlandó lennél feladni. És választani valami mást, amivel megkaphatod, amit szeretnél. Jó? Tehát így megyünk mindig, hogy választunk, hozza a lehetőségeket. Kérdezek, hozza a lehetőségeket. Mind a kettő hoz több éberséget nektek, tehát sokkal több minden információ, lehetőség. És egy idő után azt fogjátok észrevenni, hogy ötletfüzetet kell nyitni, ahova fel fogod írni azt a rengeteg infót, ami bejött, azt a rengeteg lehetőséget, ami bejött, és az ugyanígy lehetsz kérdésbe vele, hogy minek van itt az ideje, hogy megvalósítsam. Mert ugye
az sem mindig, tehát azért se tegyétek magatokat rosszá, ha a dugig listából nem tudod mindent megcsinálni. Egyszerűen, mert nem mindennek lesz ott az ideje és a helye. Tehát mi az, amit most csináljak meg, mi az, amivel ma foglalkozzak, az a 5-10 dolog, hát itt tudjátok, hogy mennyi fér bele az időtökbe, energiátokba, hogy jól is érezzétek magatokat, hogy meg tudjátok csinálni. Amúgy meg hol döntitek el, és ez megint egy bárszpont, az időtér, meg a forma struktúra, meg a kreativitás is, hogy egy dolognak a megalkotásához mennyi anyag, energia és idő kell. Tehát amikor itt vagyunk benne, ebben a valóságban, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ebből gondolkodjunk. De ha végtelen lény vagy, a végtelen lény azt tud, létezik, érzékel, befogad. A jelen pillanatban. Mindig a jelenben van. És nem engedi, hogy a gondolatai, az érzései, a nézőpontjai visszahúzzák. Mert általában ebben a valóságban működünk a múltból, a múlt tapasztalataiból, vagy akarjuk a jövőt, de közben nem vagyunk itt a jelenben. Tehát itt a jelen választásaival fogjátok mindig teremteni a jövőtöket. Azzal, hogy a jelenben még az is egy választás, hogy kérdést teszek föl. Az is egy választás, hogy választok a lehetőségekből, ami jön. Vagy az is egy választás, hogy az, ami most van, azt köszönöm szépen, nem kérem tovább, befejezem, és kérek valami mást, és mi más lehetséges, amire még sose gondoltam ebben a témában. Tehát például most vagyunk egy kicsit túl a pénz, mondjuk a kapcsolatok. A kapcsolatoknál is az embereknek mindig van egy csomó nézőpontja, hitrendszere, hogy például akár a férfiakkal, akár a nőkkel hajlandóak lennétek-e feladni az összes nézőpontot. Tehát ott is például mennyi kizárást teremtetek azzal, hogy milyen legyen az a valaki, ahelyett, hogy megengednéd, hogy a számodra legmegfelelőbb jöjjön be. Az Excessnek több olyan kurzusa van, ilyen szakkurzus, ami a neked megfelelő test, a neked megfelelő gazdagság, a neked megfelelő, mi van még? Test is van. Az úgy, a megfelelő kapcsolatok úgy van, neked megfelelő kapcsolatok. És mi van akkor, ha az a kapcsolat csak nektek működik kettőtöknek, és senki más nem érti rajtatok kívül. Tehát, hogy hol találjátok ki azt, hogy az a kapcsolat, amit létrehoztok ketten, bár nem is szeretjük ezt a szót, hogy kapcsolatok, mert az Excess nézőpontja szerint a kapcsolat az távolság két ember között. Tehát valójában egységközösséget szeretnénk. És ugye egyrelás olyan egységközösséget bárkivel, mindegy, hogy ez most barát, család, gyerek, pár, társunk, hogy közben önmagadként létezhess. A fő mottója az Excessnek az, hogy megerősíteni abban, amit tudsz. Tehát, hogy milyen lenne egy olyan baráttal, párral együtt léteznetek, vagy akár a szüleitekkel, vagy a gyerekeitekkel, ahol ez a megerősítés van. Hogy én megerősítelek abba, amit te tudsz. Én megengedésben vagyok veled, hogy te az vagy, aki. Én tisztellek téged a választásaidért, meg azért, aki vagy. Hálás vagyok, érted? Tehát mennyivel másabb egy olyan jellegű kapcsolat, ahol ítéletmentesen vagy jelen, úgyhogy hálás vagy azért, aki ott van veled. És ez most mindegy, hogy milyen szintű kapcsolatunk. Hogy ez most család vagy társ vagy bármi. Tehát az, amikor intimitásban vagyunk magunkkal, ez az öt téma az Excessben, a megengedés, a tisztelet, a nagyra becsülés, hála az úgy egy. Bizalom. És a sebezhetőség. Amikor ugye már beszéltünk a sebezhetőségről, hogy a jó-rossz csúf minden oldaladat megengedett, hogy létezzen. És amikor te így vagy magaddal, megengedésben vagy magaddal, tiszteled magadat, hálás vagy magadért, aki vagy, amit tudsz, és sebezhetően tudsz létezni, bízol a tudásodba és az éberségedbe, na utána elkezdhettek kialakítani olyan kapcsolatokat, ahol ugyanezeket megkapjátok, és az a vicces, hogy te ezt minél jobban csinálod magaddal, az emberek annál jobban szeretnék neked ezt megadni. És ez mindennel így van. Ha a pénz energiájává válsz, elkezded szeretni magát a pénzt. Tehát most, ha belegondolunk, mennyien utáljuk a pénzt, csak azért, mert nincs. Mert hiányból működünk, meg szükségből működünk, meg azt látjuk, hogy nincs, és a pénz is egy energia. Most gondoljatok bele, hogy ha egy energia oda megy, ahol elismerik, ahol könnyedség van, öröm van, ragyogás van,
ez olyan, mint egy buli vagy egy parti. Most ti is hova akartok menni bulizni? Oda, ahol panaszkodás van, meg hiány, meg szükség, meg minden szar? Vagy olyan helyre akartok menni, ahol hú, teremtettem egy ilyen kicsit, de örülök az ilyen kicsinek is. És hogy lehet még jobb? És megyek az energiájába, hogy hogy lehet még jobb, hogy kaphatok még többet? És elkezdem nyitni neki a teret, és elkezdesz egy bulit, egy partit csinálni annak, hogy még többet tudjál invitálni magadnak a dolgokból, és ez most mindegy, hogy miről beszélünk, hogy ez most a pénz, vagy a kapcsolatok, vagy az egészség. És ha már az egészségnél tartunk, az Access nézőpontja az, hogy amikor már a gondolatok, érzéseknek van egy olyan sejtre gyakorolt hatása, hogy alapból egy egészséges sejt az gömb alakú. De amikor elkezded a gondolatok, érzések polaritásából működni, ezeknek van egy olyan sejtre gyakorolt hatása, hogy elliptikussá válnak a sejtek, és megbomlik az egészség, és elkezdenek mindenféle betegségek kialakulni, és igazából az Access nem mond ilyet, hogy betegség, mert ezek is csak intenzitások, amire rá kéne néznünk, hogy mi az, amit a test szeretne jelezni, mi ez az intenzitás, amit hogyha ránéznék, mi az az információ, akkor ez tudna változni. Mi az a nézőpont, mi az a gondolat érzelem, ami hat arra a sejtre, és ha ezeket tisztítjuk a testből, akkor visszanyeri a gömb alakját, és így tud egészségesebbé is válni. Nem tudom, nézette valaki utána az Accessnek, de nem nagyon vannak fönt tapasztalatok. Pont azért nem, mert rengeteg csoda van, de azért nem rakja föl Geri, mert nem akarja, hogy elvárásaink legyenek. Tehát, hogy minden egyes kezelés, minden egyes tanfolyam full egyedi. Tehát nincs két egyforma kezelésem, nincs két egyforma tanfolyamom, mert mindig az embereknek, akik ott vannak, azoknak a választásai, azoknak a megengedései fogják az egészet kialakítani. Tehát amikor mondjuk elkezdek bármit csinálni, akkor az elvárásokat töröljük, az az első. Viszont ha túl vagytok az elvárásokon, akkor megnéznék-e azt, hogy ha bármit megkaphatnál, akkor mit szeretnél kapni? És itt megint nem választ szeretnék kapni, hanem az energiáját. Tehát, hogyha bármit megkaphatnál, akkor mit szeretnél? Pénz volt az első, ami beugrott, vagy valami más? Na, akkor miről beszélünk? Ugye? A pénz is csak egy eszköz. És valójában az Accessnek úgy is van a mantrája, hogy az életben minden könnyen ér, örömmel ragyogva árad felém. Tehát, hogy mi lenne, ha az egész életünk erről szólna? Tehát, hogy hajlandóak lennétek-e föladni a bonyolítást, a nehezítést, a gürizést mindenért, és nyitnátok egy olyan bulit, ahol könnyedség van, öröm van, ragyogás van, és végre be tudna jönni az az energia, amit szeretnél. És most mindegy, hogy ehhez mit fogtok választani, hogy Access eszközöket, tétát, vagy akármit, meditációt, vagy akármit. Minden lehet hozzájárulás az életetekhez, és engedjétek meg, hogy azzal az éberséggel menjetek, hogyha azt választom, akkor milyen lesz az életem, és mi teremt nagyobbat. Mi teremt nagyszerűbbet? Melyik választásom teremt nagyszerűbbet? Mi az, amitől megkaphatom azt, amit valójában szeretnék? És akkor ez alapján válasszátok ki, hogy mi lesz. És nagyon szeretem az Access-t, ezzel foglalkozom, ezt tanítom, de megengedem, hogy bármi más hozzájárulás legyen az életemhez. Ugyanúgy elmegyek egy buddhista lámához meditálni, amikor azt terem nagyobbat, ugyanúgy elolvasom a bolygóállásokat a csillagüzeneteknél, mert minden lehet hozzájárulás az életünkhöz, ha nem vagytok kizárásba. Tehát, hogy ne akarjátok kitalálni, hogy mi lesz, hanem menjetek az energiájával és a kérdéssel, hogy milyen lesz, ha választom, milyen lesz, ha nem választom. És azzal menjetek, ami nektek sokkal több könnyedséget, örömet és ragyogást ad. Ez az izom, amit minden nap fejlesztünk. Kérdésben élni, választani, lehetőségekre figyelni, információkra figyelni. Tehát nem válaszokat akarok, mert a válasz az bekorlátoz. A kérdés meg mindig teret nyit. Hogy állunk időben? 10 perc? Szerintem már csak a... Igen. Erről beszéltünk. Jó. Van egy kérdés? Menjünk-e valami konkréttal? Igen? A irányban
nem az Access nem meditációkat csinál, hanem ugye a végtelen lényednek a tudatos jelenléte a fontos, amikor tudsz, létezel, érzékelsz, befogadsz. Ezeket ugye vannak eszközeink hozzá, hogy hogy érjük el, a többek között a bars, a kérdések, a tisztító mondatok, stb. És egy olyanja van az Accessnek, hogy ESC, ez hasonló, mint egy meditáció, de az energiát robbantja nagyon sokszor. Szerintem, ha felmentek a YouTube-ra, elég sok Access-es videó van már fönt feliratozva, tehát tudtok nézni ingyeneseket is. És azt hiszem, hogy van fönt ESC is, tehát ESC, úgy van írva, ESC. A Dr. Dane Herr szokott tartani ilyen ESC-ket. És mindig, tehát a meditációnál is az a fontos, hogy egy tudatos jelenlét legyél, abban a pillanatban legyél benne. Minden meditáció erről szól, hogy kikapcsold az agyadat, és jelen tudjál lenni, és akkor, amikor jelenlét vagy, akkor könnyebb befogadnod is. És a bars, amikor valaki kap egy bars kezelést, akkor többen mondták már, hogy annyira mély, annyira intenzív, mintha nagyon sok meditációt megcsináltál volna. És a jó hír az az, hogy tartós. Mert van a végén egy olyan, tehát 32 pont ez igazából a fejen, de a vége az olyan, amikor szerkezetet vált az agy. Az azt jelenti, hogy újraindít, tehát az, amit törölt belőle a kezelés, abba már nem esik vissza a kliens. És én leginkább ezért szeretem az Access-t, mert tudok haladni vele folyamatosan. És a múlt olyan szinten el tud halványodni, hogy nincs hatása a jelenre. És valójában ez a legzseniálisabb benne, hogy tényleg a jelenből tudsz választani. Mert egy végtelen lény itt van a jelenben, a jövőben úgy van benne, hogy érzékeli az energiáját. Hogy tudom, amikor kérdezünk, hogy ha választom, milyen lesz az életem, sokszor kiterjesszük úgy, hogy oké, ha választom, akkor milyen lesz az életem 5 év múlva, 10 év múlva, 50 év múlva. És így talán könnyebb érzékelni a energiát, hogy teresebb, könnyedebb, vagy ilyen összezsugorítóbb. És ez azért is fontos, mert pár évre előre még tudsz az agyaddal gondolkodni és befolyásolni, de amikor már úgy kérdezem, hogy 50 év múlva, vagy 100 év múlva, amikor már lehet, hogy nem is élünk itt földítésben, de kihat ugye minden egyes választásunk, arra is, amit ebben az életben megélsz, meg ami még utána következik. Tehát aki most vagy, azt mindig az eddigi választásaid hozták létre, és mindegy, hogy ebben az életben választottad, vagy az előzőekben. De ne bántsuk érte magunkat, mert azáltal vagyunk most itt, hogy választhassunk valami mást. És gondolom, nagyon sokan hallottatok már arról, hogy ez a kritikus tömeg, a 10 000 tudatos ember ezt úgy szeretnék elérni, és ez meg lesz egy pár hónapon belül, erre az Access is nagyon figyel. 9600 körül van a létszám, és nekünk mondta is Geri, hogy ez egy pár hónap, úgyhogy valószínű a nyáron meg lesz, úgyhogy ne csodálkozzon senki, ha elég nagy változások lesznek a nyáron. De már ha már azt nézzük, hogy én is megengedem, hogy minden hozzájárulás legyen az életemhez, hogy csak elolvassátok a Veres Mónikának a csillagüzenetét erre a hónapra, a májusra, például eléggé mágikus a bolygóhatás erre a hónapra is. Például, hogy hajlandóak lennétek-e egy-két nagyon fontos dologra fókuszálni most, és a fókusz is itt időzőjelben mondom, jó, hanem hogy választanál-e most egy-két ilyen nagyobb dolgot, amit szeretnél, és azzal menni, és nem megalkudni, nem kizárni, nem elvárások, stb., hanem mennétek-e azzal, hogy oké, mi kéne ahhoz, hogy én most azt megkapjam. Igen? Ez a tudatos ember, ugye? 10 000 tudatos ember. Igen. Ebből van egy bővebb. Mi az, hogy tudatos? Milyen tudatos ember? Mondtam, a tudatosság miről szól. Jelenben lenni, ítélkezés nélkül, választásokból, kérdésekből. Tehát az, amikor tudsz úgy jelen lenni, hogy senkinek a nézőpontja nem hat rád. És nem azért, mert falaid vannak és kizárod, hanem azért, mert te vagy a szikla a folyóban. És így, és úgy tudsz jelen lenni azzal a tudatossággal, azzal a végtelen lénységeddel, falak nélkül, amikor tudsz, létezel, érzékelsz, befogadsz. Mit mondtál? Nehéz? Azt mondjam, ki van.
És igen, de mindezek mellett, hogy az vagy, aki vagy, tudnál-e úgy létezni, hogy nem hat rád senkinek a semmije? Mert akkor tudsz valójában abban a végtelen lénységedből választani, hogy nem befolyásol semmi, nem hat rád semmi, és teremted a legnagyobb. Ez egy érdekes nézőpont, hogy nem elérhető. Tehát, hogy az excess, ugye beszéltünk erről, hogy a polaritás, ugye most itt beragasztod magad abba, hogy nem elérhető, de ez egy érdekes nézőpont. És amikor azt mondom, hogy érdekes nézőpont, akkor teljesen megengedésben vagyok azzal, hogy te mit mondasz, de ez a te valóságodban működik így. És bármikor feladhatod, ez a jó hírem. Tehát, hogyha választanál valami mást, akkor mi minden bukkanhatna föl az életedbe, amire még sose gondoltál? Az élet feladatra. Az élet, mindenkinek van egy élet feladat, azt el kell látni, mindenféleképpen. Az élet feladatnak van meghajtója. És ezzel nem tudjuk csinálni. Na ez is egy érdekes nézőpont. Tehát, hogy mennyire engeditek meg azt, hogy minden egyéb a múltból, meg az eddigi választásaidból működjön csak és kizárólag és semmi más. Tehát, hogy engednéd-e, hogy más is hozzájáruljon ehhez, vagy ha már szeretnéd mindenképpen, hogy legyen életfeladatod, akkor meg megengednéd-e, hogy minden hozzájárulás legyen neked úgy, hogy ez mondjuk könnyedebb legyen. Tehát, hogy bármi, amit szeretnél, azt engednétek-e úgy, hogy nem bonyolult, nem nehéz, nem kizárás, hanem mi kéne ahhoz, hogy ezt teljes könnyedséggel megkapja? Tehát, hogy mi kéne ahhoz, hogy teljes könnyedséggel legyél tudatos? És ez csak egy választás. És választanád ezt, hogy ez ennyire könnyű lesz. És bármi, ami nem engedi, az összes ilyen feljövő gondolat, érzelem, nézőpont, hitrendszer, azt hajlandóak lennétek-e feladni. Minden egy választás, minden. Jók vagyok? Kész vagyok? 40 perc? Jó. Esetleg még van kérdés? Vagy befejezhetem? Hogyan lehet megtanulni ezt? Mit? Melyik részét? Hát igen, ez a másik kérdés. Mert az, hogy elindulunk az úton, ahhoz van rengeteg, mondom, eszköze az Accessnek is, vagy mondom, menjetek azzal, hogy nektek mi terem nagyobbat, de én is tartok mindenről tanfolyamot is, meg konzultációt is, kezelést is, bármit. Tehát el lehet jönni megtanulni a 32 pontot a fejen, amivel már tudtok magatokon is nagyon sokat dolgozni, másokon is hozzájárulások lenni, és elengedni ezeket a korlátozó nézőpontokat, hitrendszereket. Ha még már valaki tovább szeretne benne menni, akkor pedig van egy alapozó kurzusunk, az 4 napos, és ott megtanulunk kérdésben élni, tisztítani, processzek, stb. Ez egy éves anyag, amit 4 nap alatt adunk át. És azon kívül van még, vagy 60 testkezelése az Accessnek, ami pedig a testből szedik ki a beakadásokat, és itt van a mimikri például, ahogy leutánozzuk mások útját, valóságát, fájdalmát, és bezárjuk a testünkbe. Vagy a látásjavítás, vagy a fiatalítás, most a legjobban ezt szeretem, mert nagyon sok mindenre hat, mert csak azzal, hogy egy testkezelést csinálok valakinek, az egész nézőpont rendszere változik. Tehát lehet, hogy a testén dolgozunk, de az egész élete változik tőle. És nekem ez nagyon fantasztikus így egyben, hogy ez ennyire összetett, és ennyire látom a változásokat mindenkinél. Úgyhogy elérhetőségeimet látjátok, meg adok szorolapot is, hogyha valakit érdekel. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok.